Advent harmadik vasárnapján, december 9-én a hideg időben ismét összegyűltek a szerencsiek a polgármesteri hivatal előtt elhelyezett adventi gyertya körül. A műsor kezdetén Börzsönyi József köszöntötte a megjelenteket. A református esperes beszédében felhívta a figyelmet az advent valódi jelentésére, a várakozás a megváltó eljövetelére. Börzsönyi József hangsúlyozta, hogy legalább ezen a szeretet ünnepen töltsön a család együtt néhány feledhetetlen órát, miközben várják a messiás eljövetelét. Börzsönyi József emlékeztetett arra, hogy legyen a szívünkben egy olyan láng, amely emlékeztet, utat és reménysugarat mutat. Az ünnepi gondolatok után az esperes óvodás gyerekekkel közösen meggyújtotta az adventi koszorú második gyertyáját. A napsugár óvoda minimanó csoport csöpségei versekkel, mondókákkal, dalokkal készültek az eseményre. A kicsik műsora után a Bójai János Katolikus Általános Iskola diákjai versel és karácsonyi dalokkal járultak hozzá az ünnepre való lelki készülődéshez, majd a szerencsi férfi kar mutatta be műsorát. Az ünnepi program végén Ringer István és Visi Ferenc előadásában karácsonyi dallamok csendültek fel.